Ma már talán arra nem panaszkodhat senki, hogy hiány lenne maszkból, ez nem lehet kifogás, hogy miért nem hord valaki maszkot, sőt, akár divatozni is lehet. Elközben az M1-en keresztül újabb ismert ember küldött felhívást a maszk használatról. Ez például a gyerekméretű maszk. Kicsi, közepes, nagy, minden méretben készülnek maszkok egy dorogi üzemben. Az eredetileg csomagolóanyagokat gyártó cég még a járvány kitörése előtt állt át a gyártásukra. 1 millió darab készült el március eleje óta ezekből a speciális, egyszer használatos kétrétegű textilekből. A gyártócsarnok automata gépezetei naponta akár 100 000 maszk gyártására is képesek. 70 és 150 forint között könnyedén elérhetőek ezek a maszkok. Lehet őket logózni, vagy bármilyen optimummal ellátni, hogy a gyerekek számára is szimpatikusabb legyen ez. Bármilyen otthon található anyagból, akár egy lepedővászló lehet az alap. Budapesten is nap mint nap több száz maszk készül Hampel Katalin divattervezőnél. Ezeket olyan anyagból varják, amit 60 fokon lehet mosni, ezzel fertőtlenítve a textilt. Pöttyös, csíkos, virágos, mindenféle színben és stílusban készülnek divatos maszkok. De nem csak megvásárolni lehet őket, a készítők arra ösztönzik a fiatalokat, hogy készítsék el maguk egyedi textiljeiket. Bárki meg tudja otthon csinálni, akiben egy nagyon pici kis akarat van, hogy saját magának elkészítse. Cérna, tű és mosható pamutanyag, ezek kellenek ahhoz, hogy megvarjunk egy maszkot. Azért tartom nagyon fontosnak, mert ha valaki rendesen hordja a maszkot, akkor nem terjed a vírus, és most abban a szakaszban vagyunk, amikor nagyon-nagyon terjed, és nagyon fontos, hogy mindenki, amikor belép egy közösségbe, akkor maszkot viseljen. Boltokban, vendéglátóhelyeken, benzinkutakon, minden zárt térben fontos az orr és a száj teljes takarása. A szakemberek azt javasolják, hogy a gyermekeknek mintás maszkot adjanak a szülők, amitől több kedvük lesz hordani a nekik is biztonságot adó védőeszközt. Pál Dénes énekes azt mondta az M1-nek, hogy ő is használja mindenhol a maszkot. Én is elmentem bevásárolni. A hetekben próbáltunk a zenekarral is, és minden helyen én felveszem a maszkot, illetve ha benzinkútra megyek, akkor ott is úgy érzem, hogy kötelező felvenni a maszkot. Szerintem ez fontos, hogy odafigyeljünk az emberekre, odafigyeljünk másokra is. Ha erre pedig külön egy tábla szólít fel, és kérik tőlük, hogy viseljünk maszkot, akkor annak igenis tegyünk eleget. Fontos a maszk felvétele előtt és a használat befejezése után is az alapos kézmosás vagy fertőtlenítés.